A görögországi szigetek, Spanyolország déli része, Ciprus és Törökország. A közeli tengerpart mellett ezek az idei favoritok. Olaszországon belül, Lignano területén például ezek a legnépszerűbb szállodák, amiket az utasoknak tudunk javasolni. A tenger lehet az egyik úti célja Kendik Péternek is, igaz, ő június elején már elutazott párjával egy belföldi hétvégi pihenésre. Ha minden összejön és a munkahelyet is úgy össze tudjuk egyeztetni, akkor így augusztus vége felé még tervezünk egy külföldi nyaralást, valószínű a tengerpartnál, ahol egy kicsit így a vízisportoknak is tudunk élni. A túrázás és a vadvízi evezés nagyon népszerű lett. A fakultatív programokat is igénylik a nyaralók, akik idén 3-4 napra mennek el ilyen mozgalmas, attraktív szervezett utakra. A hűvösebb tájakra is megnőtt az igény. Nagyon szeretnek elbújni a nagyon meleg elől, tehát sokan nem választják például a tengerpartot, hanem elmennek Ausztriába, és Ausztriában például, vagy akár Olaszország északi részére, a Dolomitokba, ahol aktív sportokat tudnak űzni. Megváltoztak az utazási szokások, idén a korábbinál többen mennek nyaralni. Aki a tengerpartot választja, általában az Adriát részesíti előnyben. Töretlenül népszerűek a repülős utak is, autóval egyre kevesebben mennek nyaralni. Nagyon megnőtt az igény Egyiptom és Tunézia iránt. Ez azért is van, mert hosszú éveken keresztül nem mentek a különböző események miatt, viszont most olcsón elkezdték kínálni, és emiatt, hogy egy nagyon kedvező árfekvés van, nagyon sokan mennek az idejében. A katalógusokban már 500 euróért kínálnak all-inclusive utakat a korábban terrorveszély miatt kerülendő területekre. Ők most nagyon vigyáznak a turistákra, hiszen ez az egyik fő bevételi forrása ezeknek az országoknak. Itt a kultúra a Vöröstenger nagy vonzerő. Az utóbbi időben nagy sláger lett az egynapos szervezett út is, ilyenkor Csehország, Szlovákia, Ausztria a cél.